Sziasztok! Tóni vagyok. A mai napon így Bencével hoztunk nektek az én kedvenc autómat, egy MK3-as Mondeót. Ennek a 2001-es évjárat, ennek a különlegessége kvázi nem sok rohangál belőle az utakon az, hogy egy 2.5-ös V6-os benzines motorral rendelkezik. Szereti a hasát, ez biztos. De akkor ezt meg is mutatom nektek, hogy hogyan néz ki egy ilyen V6. Na igazából ő lenne itt az erőművünk. Én hiszek abban, hogy akkor szép egy motortér, hogyha poros, koszos. Ez így őszinte. Teljesen gyári. Nyilván szívóként nem is nagyon lehet piszkálni, ha csak az embernek nem borul el az agya és injektorral, meg ilyen hasonló dolgokkal nem kezd el szórakozni, de ennél én azt gondolom, hogy nem érdemes. Gyorsan kérdezzük le ezt az autót is a KVTK segítségével, és itt már láthatjátok is az eredményt. Elméletileg balesete volt az autónak. Észlelt tevékenység, 2001-ben gyártották, aztán vizsga, és 2022. 8-ban van még egy eladás. Lopott ugye nem volt, kilométerről állás, az 2010-től teljesen szépen van vezetve. És itt van a sérülés, ami 100-200 forint 2010-ben. Baleső ajtó cserébe volt a tulaj elmondása alapján, úgyhogy akár lehetett az egy parkolási, vagy bármiféle kisebb koccanás. Becsült piaci ár, felszereltség, extrák, itt végül a képek. Szépen végig lehet követni. Nagyon beszédesek tudnak lenni ezek a képek. Ezek ugye a magyar ügyfélkapun sose látszódnak. Úgyhogy a lényeg, srácok, mielőtt megvesztek egy autót, mindenképpen kérdezzétek le a magyar ügyfélkapun is, és a CarVertical segítségével is. És a CarVertical-os lekérdezéshez pedig limitált ideig nem 15, hanem 20% kedvezményt kaptok a leírásban található linken keresztül. Ami ennél a motornál fontos, vagy hát fontos nézőpont kérdése, van benne egy úgynevezett IMRC egység, ami azért felelős, hogy ha 3500-as fordulat fölé megyünk, akkor gyakorlatilag egy kis kvázi többlet teljesítményt biztosít a motor számára. Ez érezhető menet közben is, illetve 3500 fölött kezd el megjönni igazán a hangja. Tehát igazán jó ilyen öblös V6 hangja van az autónak, teljesen gyári kipufogó rendszerrel. Olajfogyasztásra ez nem hajlamos, ellenben a 3 liter V6-tal, ami szintén megtalálható ebben a modell sorozatban, és hát természetesen a csúcsa szintén 3 liter V6, a 226 lovas ST220. Nagyon jó kocsik azok is, de szerintem nem adnak annyival többet, mint amennyivel többe kerülnek egy ilyennél. Érdemes tudni róla, ez egy végig magyarországi autó. Mikor is? 2022. augusztusában vettem egy jó barátomtól, ugyanilyen formában, ahogy ezt most látjátok a képeken. Vannak rajta hát ilyen mókolás nyomok, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez a V6 matrica, ez még a barátom előtti tulajdonos hát kéznyoma, vagy hogy is mondjam, beleértve ezeket a csodálatos kivágásokat is itt a lökhárítón, ezt meg is mutatnám nektek. Ez egy gyári kipufogó vég, tehát igazából itt pont úgy, mint a dízeleken, vagy bármelyik másik Mondeon, itt egy telinek kéne lenni, de ezt még az előtti tulajdonos elkövette, szint úgy a bal oldalon. Azt is érdemes megnézni. Ennek az apropója az volt anno, hogy a tulajdonosnak jobban tetszett az autó nem gyári állapotában, és volt alatta egy sportkipufogó rendszer, nyilván dupla véggel, ezért kellett eszközölni ezt a minőségi kivágást a gyári lökhárítón. Személy szerint én úgy vagyok vele, hogy gyáriként sokkal szebb, úgyhogy ezt tervezem is mindenféleképpen minél hamarabb lecserélni, legalább ha nem is az egész lökhárítót, de az alját mindenképpen. Illetve volt még alatta egy ültetett futómű. Hát most azt ne kérdezzétek, nem tudom nektek megmondani, hogy milyen arányban volt eleje hátulja ültetve. Lényeg, hogy eléggé lent volt. Illetve volt alatt egy ST220-nak a gyári 18-as felniszettje, de hát az élvezhetetlen volt. A barátom így vette meg az autót, mondta, hogy hát ez nem az ő biznisze. Úgyhogy ő szépen elkezdte visszaalakítani teljesen gyárira az autót, amit nagyon helyesen tett. Én is ugyanezt a mentalitást szeretném folytatni, amennyire csak lehet legyen gyári. Akkor ezen kívül, ha már a beltérnél tartunk, akkor ezt megmutatnám nektek. Így néz ki egy 21 éves, viszonylag megvigyázott autó belseje, 290x 1000 kilométerrel.
A váltógombon, illetve a kormányon látszik jelentős kopás, de még az is gyári bőrözés, ami rajta van. Ez egyébként egy GIA felszereltség, tehát amit a Ford akkoriban tudott, az ebben benne van. Tehát 4 elektromos ablak, digit klíma, tempomat, xenon fényszóró, sötétített, gyári sötétített napfénytető, nyilván természetesen elektromos, nyilván szervokormány ABS értelemszerűen. Azt még kiegészíteném egy ilyen csodálatos utólagos tolatókamera rendszerrel. Ennek egyetlen egy előnye van, hogy az első rosszabb időben lesz olyan koszos, hogy utána használhatatlan, és minden 10 percenként lehetne törölgetni. Ezen kívül semmire nem jó, ráadásul még csúnya is, úgyhogy azt is el fogjuk távolítani. Igen, hát a fogyasztásról nem beszéltünk még így a motorra visszatérve. Finom használat mellett ezzel az 5-gangos kézi váltóval, finom használat mellett városban olyan 12,5 liter, hogyha egy picit hegyesebben megy vele az ember, mert azért lehet, nyilván nem egy versenyautó, de azért a kellő teljesítmény az adott, akkor simán, hát simán sajnos egy 15 litert így fájóan, ezt ki kell mondanom, hogy annyit tud a gép, viszont autópályán le lehet vinni akár 9 alá is, tehát ez egy pozitívum. Akkor eszik csak annyit, mint egy normális autó egyébként, hogyha hegyesen mész vele. A teljesítménye az autónak az 170 lóerő, és 220 Nm, tehát nem egy erőgép, mert egy viszonylag nagy kaszni, majdnem 1500 kilóról beszélünk, és ahhoz viszont hát papírformailag lehet akár kevés is, vagy tűnhet úgy, hogy kevés, de igazából bőven elég. Ezt a 170 lóerőt, ezt fönt szeret élni, ahogy szokták mondani, ezt a szakzsargont használhatom, hogy délutáni motor. A 170 lóerőt az 6000-es fordulatszám mellett adja le, és a 220 Nm pedig 4250-nél. Úgyhogy viszonylag ez a 4-től 6-ig lehet használni az autót, hogyha úgy szeretnénk menni vele. Illetve hát a korábbiakban említett IMRC egység is ezért felelős, hogy 3500 fölött a teljes nyomatékunk már szinte rendelkezésre áll. Gyári gyorsulási értéke az autónak, hogyha jól informálottam, én csak angol fórumokon sikerült találnom róla bárminemű információt is. Van, ahol 8,7-et írnak, van, ahol 8,9-et írnak, az automata váltósat írják 10,2 vagy 10,4 másodpercre, úgyhogy nem tudom, hogy mit tudunk kihozni belőle. Én azt gondolom, hogyha ilyen vizes úton egy közepesen használt nyári gumival, így 11-2 fokba ki tudunk hozni belőle 9,5 másodpercet, akkor én elégedett leszek. Jó, akkor az autó típus hibáiról egy pár szót ejtenék nektek. Ugye ez egy 2001-es autó, ez teljesen a facelift előtti, ennek azért még vannak gyerekbetegségei. Az első számú, legnagyobb, hát ezt nem nevezném típus hibának, ez eleve öreg autó, de a Fordéknál itt valami akkor nem jött össze, a rozsdásodás. Tehát mindegyik kivétel az enyémet. Hál' Istennek egyébként, hogyha Bence meg tudja mutatni, a küszöbök minden, az alja teljesen gyári, egyedül csak a első, illetve hátsó futómű alkatrészeken van felületi rozsda, azon kívül sehol nem látunk. Tehát a rozsdásodás az ezekre sajnos nagyon jellemző, illetve így a facelift előttiségéből adódóan tipikus hiba, de ez nem csak a Mondeóra igaz, ez a fókuszokra, Galaxy, S-Max, teljesen mindegy, központi zár. Tehát akinek volt már egyszer Fordja, MK2, mondjuk akár Mondeóból, vagy MK3, az nagyon jól tudja, hogy a központi zár az egy olyan fogalom már, így a fordosok körében, amit hogyha meghallasz, akkor föláll a hátadon a szőr, mert tuti, hogy minden pillanatban azon aggódsz, hogy mikor fogod tudni bezárni az autót, vagy kinyitni adott esetben, vagy mikor kell körben nyomkodni a gombokat. Úgyhogy ez egy nagy probléma. Ennél hál' Istennek eddig működik. Le is kopogjuk, nyilván fára szokták, de most ő van csak. Ezen kívül típushiba, kormánymű. A kormánymű az viszont igen, szintén fókuszok, S-Maxok, Galaxik, teljesen mindegy, ez a 90-es évek közepétől gyakorlatilag szinte 2015-ig, ezt nevezhetjük egy típushibának a Fordoknál, a kormánymű. Hajlamos a szivárgásra, ennél az autónál konkrétan fennáll ez a hiba. Nem látványos, nem érzékelhető, a szervórásegítés mértéke az teljesen tökéletesen megfelelő. Viszont hát egy 2-3 ezer kilométerenként durván azért egy deci olajat úgy elfolyog, vagy elfolyat. Amikor vettem, akkor az első számú szempont az volt, hogy én úgy szeretek autót venni, hogyha ismerem legalább az autónak az előéletét,
tehát ezáltal a tulajt is, de hogyha nem is, akkor legalább ajánlásra. És az első számú szempont ennél az autónál a rozsdásodás volt, hogy az ne legyen. Tehát, hogyha a kasztink épp, azon kívül minden megoldható kvázi fillérekből, a 2.5-ös motor az elsőre rémisztő lehet, de egyébként fenntartásaiban gyakorlatilag nem került többe, mint egy hírhet vagy híres 2 literes benzines, vagy egy 1.8-as benzines, ugye azok szeretik enni az olajat. Vagy akár emlegethetném ebből a korai szériából a 2 liter TDDI nevezetű motorokat. Ezek a Duratorque dízelek, hát na, azt nem ajánlom senkinek. Tehát ott az van, hogy megveszed az autót X-ér, és akkor biztos, hogy X plusz X meg még egy kicsit fogsz rákölteni, és akkor sem lesz jó. Úgyhogy vásárlásnál csak annyi volt a szempont, hogy ne legyen rozsdás. Ezen kívül minden javítható. Én úgy voltam vele, hál' Istennek ez össze is jött. Nincs is rozsda az autón, reméljük, hogy nem is lesz, garázsban áll. Ezen kívül napi használatos. Tehát amikor pihen, akkor garázsban. Egyébként ez egy családi autó. Tehát beleülünk, föl az autópálya és suhanunk. Nincs kérdés, hogy ott fog hagyni, nem fog hagyni, beindul, nem indul. Fordítod a kulcsot, ennek mennie kell, és megy is. Ja, a fényszoromosó, igen, ez nem típus hiba, ez egy típus utálat, vagy imádat, vagy nem is tudom, ezt meg is mutatnám. Én gyakorlatilag még nem találkoztam olyan xenonos MK3 Mondeóval, amelyiken ne hiányozna a fényszoromosónak a takaró burkolata. Nem tudni a pontos okát, hogy miért tűnik el mindegyikről, de az biztos, hogy nem elhagyják a tulajok, hanem egyszer csak kimennek a parkolóban, és azzal szembesülnek, hogy ott egy lyuk tátong. Úgyhogy valószínűleg ezt valaki más magáévá szokta tenni. Na, ez egy nagyon jó kérdés, az ára. Erre nagyon nem tudok mit mondani. Én amikor nézegettem ugye különböző használt autós portálokon, akkor gyakorlatilag igen, a fényszóró párásodás, ez is jellemző. Itt fölül, hogyha a kamera meg tudja mutatni, most már lecsuktuk a tetejét, de ez nem probléma. Itt van egy ilyen vízelvezető, ilyen kédergumi-szerű dolog, hát ez a 21 évből adódóan mind a két oldalon jól látható, hogy hát ez megszűnt létezni, úgyhogy ezt pótolni kell, és akkor utána ez a beázás sem lesz. Szóval az ára visszatérve, ezeket amikor nézegettem, nem is nagyon volt fönt V6-os modell, kevés. Igazából én úgy láttam, hogy már a facelift, a köztes faceliftből volt fönt egy ilyen 2.5 V6, hát az millió fölötti. Az állapotáról nem tudok nyilatkozni, mert nem mentem el megnézni. Ugye, mint ezt említettem, egy barátomtól van ez, úgyhogy sok kérdés nem volt a dologban. Ebből a korai szériából én azt gondolom, hogy ha ezt megvigyázza az ember tényleg gyári állapotban, meg tud maradni rozsdamentesen, akkor ez hamarosan akár egy kuriózum is lehet ez az autó. Nem túl sok szaladgál belőle az utakon, főleg nem manuális váltóval. Tehát ebből nagyon sokat szereltek automatával. Többet fogyaszt és butább, tehát élvezhetetlen lényegében. A motornak a hangja természetesen ugyanaz, de amikor így, hát ugye szoktunk dinamikusabban fölhajtani mondjuk az autó pályára, vagy ilyesmi, hát akkor az automata váltót azt senkinek nem kívánom. Tehát az a mértéktelen gondolkodás, amit lebírnak művelni, az azt gondolom, hogy nem olyannak való, aki szereti is az autóját, illetve szeret vezetni is. Ugye a videón láthattátok, amikor ezt a hangtesztet megcsináltuk, hogy azért jött belőle kékes füst. Ugye ezt tudjuk jól, hogy mit jelent, tehát ez az olajfogyasztás jele. Azért 300.000 kilométernél, meg 21 évnél én azt gondolom, hogy nem elvárható az, hogy ne fogyassza az olajat az autó.
ez az egyik. A másik pedig, hogy nem jelentős a mértéke. Tehát itt mutattam is már, vagy beszéltünk már róla, 10.000 kilométerenként durván olyan 1,2 liter olajat fogyaszt el az autó, ami szerintem kvázi egészséges még. Tehát ezzel nincs gond. Meg fogyasszon is, amennyit szeretne. Ha neki úgy esik jól, akkor nekem is jól esik. Nem néztem. Nem merted. Az első, amikor mentem odafele, az jó volt. Az tudja, hogy 10 alatt van az első. 9.98. Wow, én mondtam. A másik, másik 10.00. Azt a kurva. Nem úgy az van. Mit gondolsz? Nem figyelj. Én elégedett vagyok. Oh. Talán még egy oda-visszát nézünk, hát ha kibírunk belőle hozni. Hogyha már levinném ilyen 9.97-re, akkor elégedett lennék. Jó. Nézzük meg. És mennyi lett? Nem néztem. 9.85? Ez jó. 9.85. Jó, hát ez szerintem az baráti. Szuper. Köszönöm a lehetőséget. Én is jelosztott. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!